हेलो हेलो हाँ हेलो। भाई, मिच यू दैट ईद Jag var en hungfassa. ना. हेलो हेलो Hello. Riposte. Ah, úgy is van még idő. Gyűlnek a Délután. népek. Jó, azért most már sietni kell, mert alul Nem, becsültelek. az még ráér. A csákányt meg a mérőt. Nem siess, mert itt vagy. Azt kéne, még egyet kell váltani rá. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók csukódnak. Viszi V3 low budget. Hát jó van. Ő tudja. Tamás miért nem beszél? De te voltál a Várjál. legelső dolog, amit hallottam. Az is lehet. Mert van pipával a mikrofonod? Ne, tényleg nem lehet hallani téged. De a legerény meg hallottalak. Ajaj. OBS-be is biztos jó. Nem baj, kell ilyen is. Technikai malőr. Jó mikrofon van kiválasztva. Száj. Ha, de közben száj ki, mert el fog vinni.
Szívesedjenek vigyázni, az ajtók csukódnak. Fotozd le az OBS küldet Messengeren. Az alapizéjét. Hozzuk a formánkat. Na halló, halló. Most már elvileg jó lesz nekem is talán. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók csukódnak. Nem lehet még most sem. Jó, fasza. Micsoda hát? Híd. Ma most már jó amúgy. Micsoda hát? Híd. Jó? Értel kis jó, 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 jó. Akkor szuper. Bocs rácok, de ez általában mindig ilyen amatőr szokott lenni. Úgyhogy ez most is így lesz. Na, hol vagyunk? Mit csinál? Menjünk. Menjünk. Nem vagyok túl hangos a többiekhez képest. Csak nem. Sziasztok, hello. Azért jó 10 perc el is ment erre. Most már nagy baj nem lehet. Ez nagyon jó írni, hogy megtanulok, ezt nem értettem, Tomi, nagyon. Ja, én nyomom. Ten. Mi? Nem itt, itt van. Bazd meg tényleg. Megzavart a lenti. Milyen jó kis nyikorgós hangja lett. Most tudom, ki találta. Uh-huh. Ilyet írnak, hogy nem kötekedni akarok, de azt a minimap kajak V3 low budget, és a hood meg el lett csúnyítva rendesen. Hát jó, ez ilyen, most nem lehet mindig minden tökéletes. Ezben, ha már itt vagyunk, akkor nem szeretnéd bemutatni, hogy mi új a útba? Akár be is mutathatom, és akkor talán látni fogják ők is, hogy nem V3. Hogy mutassak rajta igazából? Körülbelül szerintem Magyarországon minden szerveren ilyen már ez az egész. Nagyon hát csak, hogy lássák mi benne az előzőhöz képest. Megnyomtam a kontrollt.
Ugyanúgy szét lehet mindent húzni. Aztán ennyi. Nagyon szerintem ebbe fölösleges is belemenni. Itt sem a preset húd. Jó, menjünk bányászni. Menjünk. Elő a szénmonoxid mérőt, csákányt. Azt nézem, nálad miért ilyen sötét, mert szinte semmit nem lehet látni. Nem tudom amúgy, de monitorom meg izé full normálisan látom. Hát ezt szokta csinálni valamire az MT-je. Kontrasztokat benyomtad, vagy nem? Hát... Lehet, hogy ez felvilágosítja. Hát szerintem úgy még sötétebb amúgy, de most rányomtam. Nem tudom, nálam nem. De hát, egy... nyilván van egy kicsi késés. Hova mentetek? Ütni a szemet. Gyakorlatilag ez a rész ez nem változott, szerintem túl sok mindent, hogy ütni kell ugyanúgy, de hát... Nagyon mit is csinálhattunk volna vele. V2-re teljesen tökéletes. Ez olyan rosszul hangzik, hogy jó az a V2-nek. MTS settingsbe fényerőt fullba be. Lehet nincs behúzva amúgy, nem? Azt tudja. Nézd meg izét. Beállításoknál videó. Ja, 66%-on volt. Na 20 per 100-ra. Felhúztam. De szerintem amúgy nagyon semmi nem változott. Hoppá! Hoppá! Mi történt? A fejedre esett egy széndarab. A kurva anyját, de hát rajta van a kalap, nem? Igen, ezt jó, hogy észrevettük. Úgyhogy ezt még javítani kell. Nem a világító soroly. Igen. Igen, nem volt bekapcsolva a világítás. Ki zökkentett. De az egész pömmel is eddig is volt. Milyen rossz is ezt ütni végig. És kajak végignézzétek, ahogy én egyedül ütöm, ugye? Na például neked kell bemutatni. Nagyon rendesek vagy. Gabó. Igen, animba estem, mert van egy ilyen funkció is, hogy a fejedre esik a kő, de ennek akkor van szerepe normál esetben, de most előjött ez a hiba, amit orvosolni kell majd mielőtt bekerül. Mert elvileg akkor nem eshettem volna animba, ugye, mivel van rajtam sisak. Ja, lehet, igazából nem full... Le. Tessék? Lehet nem okéztad le a fényerőt, igen. Aztán azért sötét. Aha, aha, nem okéztam le, tényleg, vissza. Tényleg. Ma azért lehet látni valamit. Na majd most. Igen, nyomba, Energy, ezért igazából az volt a lényeg, hogy megtartsuk az alaparculatát az egésznek. Drága a sisak. Mi a fasz? Ugyanannyiba kerül. Mi a fasz? Barni, megint rám esett egy. Rossz sisak van rajtad. Lehet. Na jobb lett, srácok, a fényerő. Jobb lettem úgy. Jaja. Akkor jó. A sisakára nem lett módosítva. Ugyanannyi, mint eddig. Mai nap szeretnénk. A rütném én is a szenet. Az infobox is. Halló. Direkt dobáltok ezekkel szarokkal. Kurva élet. Nincs egy világító lámpád? Vagy mi? Sopkád? Hát ez az, nem? Nem, az a nem, sima. Nem, nem. Akkor lehet az a baj amúgy. Igen, ezt hát mondtam. Ez a baj. Hát bazd meg, akkor honnan szerezzek most olyat? Hát most se honnan. Hát akkor üssettej, meg összeszedegetem. Hát már elég ez igazából, elég. Mert nálunk is itt van, persze. Akkor jó.
Akkor miért nem szólsz, hogy hagyjam abba most már? Hát, jobb volt nézni. Hát akkor ezért potyogott folyamatosan a fejemre, mert szar sisakba jöttem. Igen. Kurva anyja. De vagy ez a durva, hogy nagyon kevés esély van rá alapjárat. Hát akkor nem is rossz a rendszerűleg, azt hittem, hogy fú, szar. Pont ott megy arra csille, hallod? Hát azt nem várjuk utól. Hát azt már nem. Szaladj, te dagadt erre, szaladj! Elég, elég. Hát megvan, aztán... megvan. Az már bukó. Autoklikkert majd lehet használni a csapkodásra? Hát MTA kikkel érte automatikusan. De figyelj! Akkor pakoljuk le ide izét a szeneket. Jaja. Akkor aztán felmegyünk, nem? Miért? De ti hova raktátok? Hát, hogy oda mert én nem a leadóhoz. Azt csak kliens oldalon látom. Ja, értem. Ne bírják ellopni. A másik, hogy egy kör tehetnénk, hogy keressünk ilyen szennyezett zónákat. Akár. Okay. Ahol használható a szénmonoxid mérő. Azt hitted mi? Mert az én szeremet elveszed. Igen. Mennyi szén elég is lesz majd? Uh-huh. Mennyit rakta oda? Én kettőt. Én is kettő. Azért szerintem az elég. S hány perc múlva jön? Ja, addig menjünk egy kört, az beszéljük. Aha. Jó. Food infobox is bekerül most? Szerintem igen. Akkor befog. Azt jó tudni, hogy a szenek mindig ugyanígy spónolnak. Tehát ez mindig lesz. A vágó munka is lesz majd egyszer ránc felvarva. Szerintem biztos. Hát igazából úgy szép lassan mindent szeretnénk. Lehet olyan járat, ahol nincsen? Vagy nem vagyunk elég mélyen? Mire gondolsz? Hát itt még nincs szennyező, hogy van? Hát most itt lehet pont nincs. Ja, mert az de... full random van, ugye? Az random, aha. Rossz lyukra futottunk. Hát akkor már hozok egy szenet. Nem, csak egyféle van, Tomi. Hát... faszán megtettem egy kört, aztán nem történt semmi. Megyek szembe. Nem ugyanoda fogsz visszamenni. Most? Nem. Nem oda mész, nem oda mész. Mindjárt azt akarom megmutatni, pont Energy, hogy hogyan működik. Aha. Itt van. De hangos. Aha. Te. És mennyi ideig lehet benne lenni? Ja, így, hát, le is alul. Ott írja az oxigént. Ilyenkor csak annyi srácok, hogy kimentek kicsit kijebb, aztán megpróbáltok egy másik irányt, vagy megpróbáltok várni egy picit. Ugye, mert egy idő után, vagy ilyenkor hogyan van? Fixen hát itt úgy marad? Van. Mondjuk át is szaladtam hát két órán részen. Igazából két óráig marad itt ez a cucc. Aha. Utána respawnol, megint egy másik helyre. Valamint, hogyha már halljátok, hogy a szénmonoxid mérő pittyog, akkor egy idő után el fog fogyni az oxigénetek. Csak... ez a kapás jelző hangja? Igen. Tényleg? Ugyanaz, aha. Sípolás a sípolás. Hoppá, itt a csille, itt a csille. Na, meg jön. Nem aztán kívánom, hogy most meg azért maradunk majd lerúgva. De hogy most jön még csak be. Kitérünk majd rá, Christian. Christian? Hát ez ennyi volt. Ha most felmegyünk, és lemünk a felvonóval, akkor pont látni fogjuk, hogy kiborítja. Igen, igen. Az a baj, nem is figyeltem, hogy mennyi pénzem volt alapból. 30 ezeret kapsz érte, szenenként. A
Bolond elektromos kapás jelző. Jaj. Csak? Mi az, hogy csak? De azért azt is vedd figyelembe, hogy fele annyi idő alatt jutsz hozzá a pénzedhez azzal, hogy leadod a szenet itt ebbe a csillébe, mert ugye ez a folyamat egyik része. Megmaradt a másik és a fuvarozó része, amivel talán többet tudsz keresni egy kicsit, nem? Vagy... És ez csak egy szén volt, nem? Hát 30 ezer darab, vagy 30 ezer forintért kapsz egy darab szénért. És ezt még nyomhatnál, szóval ez nem törvényszerű, hogy te is három darab szenet hozol ki. Nyilván az a lényeg, hogyha minél többen. A másik része pedig, ha most oda lenézel abból a parkolóba, akkor már tippelgethetnek. És bízhatunk benne, hogy nem fog eltűnni, amire odaérünk. Hát csak nem. 22 perc megy a live, 25 perc a szállatunk, be van 5 percünk. Jajjaj. Akkor van mondta, hogy a üzemzavar van és megáll a kellős közepén. Leszakad. Igen. Végtelen szenet ki lehet hozni? Hát figyelj, szerenként 8 széndarabot lehet kihozni, és van körülbelül 50 ilyen szén. Most ez 2 óránként respawnol, tehát... 2 órát nem hiszem, hogy ezt az egészet ki fogod bányászni, de... Ugyanúgy volt, onnan kell majd vinni, nem? Kitermés ideje elég hosszú lett, még így is sokkal rövidebb, mint volt. Mármint nem maga a kitermés ideje, hanem az, hogy ténylegesen a pénzedhez jutsz, hogy oda viszed. Tudod, mi a probléma, Gabó? Nem. Ugye most néztem végre, hogy eltűnik az egyik autód. Ne. Tényleg? Ne. Tényleg, bassz meg. Azt kérdezi, akar, hogy lesz mozgatható hud? Már van. Ez az, amit most látsz. Mire teszhető? Mozgatható, törölhető, amit szeretnél vele. Az OC-cset is új lett. Minden ez pedig alkalmazkodik mindenhez. Szíves kedjenek vigyázni, az ajtók csukódnak. Figyeld meg, hogy el fog tűnni a másik kettő is, amire odaérünk. Hát csak nem. Ez mikor kerül be élesre? Mai nap folyamán, Péter? Telefon mozgatni, hogy térképet arrébb rakni, ilyenek. Telefont pont nem, de a térképet igen. Ezt be is mutathatnád. Olyan. Ugyanígy, nem? Ugyanígy, persze. Megfogod a szélét, tudod növelni. De Ádám az egy Honda, nem akura. Kiterelni ez kettő külön. Tudod, hogy tudod kiterelni? Hol van? Megfogod és ráhúzod az X-re. Szembesában való haladásért lesz infóhuxban való folyamatos figyelmeztetés? Ezt nem egészen értem. Nekem mondja. Ja? Ha? Eltűnt mindegyik kocsi. Ez a mikrofon miatt volt. Ha nem lett volna a mikrofon probléma, akkor pont... Igen. Hát igen. Úgyhogy ez tenni megint a te hibád. Kurva életbe. Hát akkor... Hát akkor nincs, mert el kell menni érte, Terry. Hát el. Istenem. Telefonnagyságát lehet állítani, még nem. Ugye még a telefonnál semmit nem lehet? Azt még nem. Még nem. Halihaló. Ja, másik oldal, várjatok már. Tök jó, hát van, elindulunk visszafele, akkor jövünk rá, hogy másik oldal nyílik. Miért ne, akkor gyorsan elugorjunk a kocsiért? Hát nézzük meg először a csillét, ahogy kijönti, nem? Ja, jó.
Most futunk egyet. Körbe menjünk, vagy levágjuk? Hát szerintem így, ahogy van, átugrunk, nem? Legyen. Ott vannak a kijelzők is. Azok a szénraktár jelenlegi állapotát mutatják. Az iPhone telóra miért kellett lecserélni egy androidos teló itemképet rárakni? Itt a csille! Hoppá! Hát az már visszamegy. Nem, nem. Hát akkor hát, hogy a szén, a szén már fenn van. Hogy semmi sem jön össze. De ott megy. De ott mozog a szén. Ott mozog. Hol? Megnézed fenn. Jaha. Ez a rész az, srácok, ami finomra aprítja a szenet. Nem, nem. De, nem. Nem, ez még csak tárol. Igazából... Apró... Ez még csak a tárol. Igen, de apró cuccba jön már ki ebből. Jó, hát be lehet menni. Magyarul akkor mit csinál vele? Beaprítja. Köszönöm szépen. Staminák maradnak, ilyenek? Milyen staminák? Ezt most nem értem. Gondolom a csíkokra utal. Ilyen realisztikus bánya hangot nem terveztek ide, a közeljövőben hangulatos lenne én szerintem. Na, addig elgetelem magunkat a... Jó. Feldolgozóban az. De hát nem itt aprítja fel. Igaz, igaz. Ha V3-ból V4 lesz, akkor ez marad V2 vagy V3 lesz. Igazából nem szeretnék állást foglalni, majd kialakul úgyis. Jelzi a GPS, mehetsz előre. Oké. Okay. Fogadjunk, Teri össze fogja törni, amire odaérünk. Biztos vagyok benne. Csak nem. Csak nem, de biztos. Jaj. Jaj. Amúgy ez itt full szabálytalan helyen visz át. Nem? Á, de. Azért tűntek el a bilencses kocsik, mert fél órával ezelőtt hívtuk le őket. Alapból nektek nem is kell még így lehívni, csak próbáltuk azt, hogy minél rövidebb idő alatt megmutatni ezt az egészet, aztán oda készítettük a bilencseket. Csak azzal nem számoltunk, hogy a mikrofonom szarakodni fog, és az a fél óra alatt pont el fog tűnni. Igen, Krisztián, ahogy bányásztatok ki a szenet, hogy a csille kihozza, akkor hozzákerül a szénraktára. Na most egy billencses autó 100 kg szenet bír el, és hogyha ennyi nincs raktáron, vagy hát ha mondjuk 46 kg van a raktáron, aztán 46 kg-t el bírod szállítani, de ha üres, akkor kötelezően vagy bányászni kell, vagy bárni. Rohadt oszlop. Gondoltam. Valamint visszatérve a szállításra. Ha te ugye 50 kg szenet szállítasz el, akkor te a felét fogod megkapni. Ugye arányosan. Kilóra kapod a fizetésed. Az a fránya trafipax. Ezek az autókkal itt ne foglalkozzatok, srácok, ez egy tesztszerver. Nyilván itt előfordulhatnak érdekes dolgok. Pláne, hogyha a Teri volt itt utoljára. Hát igen. Miért a Teri? Hát most nem foglalkozok a trafival. Hát meg rossz irányba mentél, de... Tényleg. Jó, az meg, de miért nem néztem rá? Mert nem mindegy, kapcsoltam menjünk, be a hangot. Nem megyek, már csak azért se. Nem, Zsolt, egy szén random, hogy éppen hány kiló, de ilyen 10 és 25 kiló között van beállítva. Tehát annyit nem kell bányásznunk, hogy te most elmenj szállítani. Persze, a szén, amit beraksz a csillébe, az közös.
Annyi, hogy amit viszont kitermesztened és még nem raktad bele a csillébe, azt a másik nem látja, hogy ne tudja ellopni tőled. Mennyit kap 100 körül? Mindjárt meglátjátok. Most van még egy olyan része, hogy lesz ösztönözzük. 100 kiló, bocs, hogy közben szólok. Persze, van 1,2 ja, tonna jó, most. Jó. Tehát, hogy ösztönözzük azt, hogy szabályosan vezessetek és odafigyeljetek, ezért, hogyha 100%-osan visszatek le az autót, akkor a 100 kg szénre, vagy hát ahány kiló szenet levittetek, arra egy más 1,2-szeres szorzót kaptok a fizetésre. Hogyha pedig lesérült, akkor viszont levonást fogtok tapasztalni. Terry, ezt fogadjunk oda a teleportált. Biztos vagyok benne. Mert ripityára tört nem, az autó. Lealtaboztam és nem tudtam visszajönni a altab után. Istenem. Megírősebb, mint a kamionos meló. Nagy szinten. Hát itt ugye nem a szint függő az egész. Talán annyiból igen. De nyilván nem az a célunk ezzel, hogy most bekerül a bányászat, és akkor az összes többi munka ehhez képest szarul keressen. Próbáltunk egy ilyen arany középutat találni, lehet, hogy túl kevés lesz, lehet, hogy túl sok lesz. Esélyes, hogy ezen még fogunk variálni, de nyilván ezt akkor tudjuk meg úgyis, amikor már élesbe megy az egész a szerveren. Milyen évet találtam el? Index hol marad? Elnézést. És akkor ott ugye látjátok a kis nyilat, azzal úgy kell beállni, hogy bekerüljen a zónába a kocsi. És kéziféket be kell húzni. Hát nem árt. Meghúzzuk ezt. És már ömlik is a szén. A bontó akkor elkerült innen, igen. Ott van. Hát egy pár méterre arrébb lett rakva. Bence, mire gondolsz? Azt, hogy live van? Direkt nem írtam ki. Visszanézhető lesz úgyis. Dávid, most itt arra gondolsz, hogy amit kibányásznak, azt el lehessen vinni? Vagy ami a raktárban van? Ami a raktárban van, ahhoz mindenki hozzáfér, viszont amit pillanatnyilag kibányászol, azt csak te látod. Azt a sapkát hol lehet venni? Plázában, a kiegészítőboltban. Csak figyeljetek rá, hogy ti lámpásat vegyetek, mert különben szart se ér. Fog az már addigra érni. Na, a billenys fel lett töltve. Előre engedlek. Menjél, csak nyugodtan. Mennyi? Köszönöm szépen. A GPS az most nekem vajon jó utat mutat? Nekem most eltűnt. Tényleg? Ah, meg gondolom túl messze kerültem az úttal. De magától jelöli ki az útvonalat? Igen, igen, igen. Akkor jó. Ezt gondolom már érezhető, hogy lassabb az autó a sok szén jött. 91-jel megy. Igen, 130-ra jöttünk ide. Akkor jó. Megvan mi a következő update? Hát... nagyon nincs. Vannak elképzelések, meg így több dolog is van, amit még meg akarunk csinálni mindenképp a közeljövőben,
De még jelen pillanatban a bányával voltunk elfoglalva, hogy ezzel végezzünk minél hamarabb. Valamint az interfészsel, ugye? Így van. Nem lehet venni billencset. Pedig kivenomozva nagyon megy. Lett tapasztalva. Nem csak a Venommal. Arról nem beszélünk. Hopp. Azért van szép, nem tud felmenni. Aha. De el lett tesztelve. A Terry az biztos, hogy felborult volna már. Más nem lefele. Abban ne legyél olyan biztos. Jegyezzük majd meg, hogy mennyi pénzem van. 925.400, csak hogy lássuk, hogy mennyit kapok majd a 100 kilóért. Hát de írja a chat. Ja. Tényleg. Meg pillanatnyilag ugye felugrik. Hát a kamion is felmegy, nem? Mondjuk az is durva. Emlékszem rá, hogy próbáltuk télen. A kamionos azért volt egy-két olyan szitu, hogy azt gondoltam, hogy nem fog felmenni. Ja, hát igen, van itt egy-két ATM is. Biztosan biztos. Kellettek azok oda. Igen. A billencs mire van modolva? Az olaj? Mi az olaj szállító? Vagy üzemanyag szállító? Dömper. A dömperre van. Ja, de hát az lett átalakítva gyakorlatilag. Ja, igen. Halloween evednek végig, és marad nálam cukor azzal, mi lesz? Hát, az event után szerintem még egy hétig bennmarad a cukros bács, viszont utána használhatatlan lesz. Nem lesz haszna. És jövőre fölösleges lesz elrakni, mert akkor már nyilván valami más szeretnénk. Tényleg az event egyébként hogy tetszik, srácok? Sikerült beszaratni titeket néha? Hát gondolom már hozzászoktak. Hát, de így először. Másodikán. Szerintem annyira nem sikerült ijesztő, pedig én megijedtem tőle először. Vannak ilyen kiidegelt emberek, érezd már félelmet. Ez igaz. Van. Nem, csak ébresztő volt. Beállítottam már vagy másfél éve kb. És mindig lusta voltam leállítani. És gyakorlatilag a célegyenesbe érkeztünk, srácok. Itt az olajfinomítóba pedig leengedjük a szenet. És gyakorlatilag ennyi a sztori.
360 ezer. Uh-huh. Azért, mert nem törted össze. Uh-huh. Valakinek esetleg bármilyen kérdés? Szia Tamási, magánbirtok, mennyibe lehet venni? Nem lehet venni a Jankó. Billencs, hogy működik, mint a vontatott? Mi? Vontató. Hát ezével 8-assal nyomod le, fel 2-assal meg emeled. Vagy hát amire ugye billenet. Ami ugye alapból is volt. Szabesz, ahogy be van neked állítva. De erre egyébként az első alkalom, hogy beszállsz a billencsbe, ki fogja érni infoboxba, hogy melyik gombokkal tudod. Jó, szerintem akkor ennyi a live, törekszünk rá, hogy akkor minél hamarabb bekerüljem. Állatfarm bekerül, nem szerepel a terveink között. Valakinek esetleg még valami gyors kérdés? Hát akkor mindenkinek további jó játékot, és akkor hamarosan jön a